De hasányi Valdó vagyok, és elvégeztem az Artemis Aszlóvia iskola 5. évfolyamát. Úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka volt az elmúlt 5 évnek. Mikor ide jöttem, akkor képességeimben, én képenben egy eléggé instabil ember voltam, és erre az öt év végére azt érzem, hogy a személyiségem is egy struktúráltabb le ezt az én képviseletem is jó. Tudom, hogy mivel vagyok jó. Nők magammal szemben is és mások, másokkal szemben is. E, jobban vagy, hogy miért és mi hogyan működik az emberekben és a világban. Tényleg mindenkinek ajánlom, aki eleve vonz a téma, és e, ajándó kicsit jobban megismerkedni önmagával, ami sokszor ijesztő tud lenni, de nagyon sok pozitív hozadéka van, és, a, és tényleg a minden a életben is nagyon jól lehet dépíteni. Az online felől nagyon könnyen boldog voltam, szerintem teljesen részszerűen és logikusan van felépítve a tananyag, nagyon könnyen hozzáférhető, saját ütemben annyiszor megnézheti az ember, ha annyiszor szeretné, ki tudja állni szemben meghallgatni az olyan témát, ami, ami kicsit melósabb, úgymond. Ugye magának hozhatja be az ember, amikor ráér, akkor, akkor tudja megnézni, és itt tényleg a Giebel Tilat elvégeztem teljes munk, de teljes állással, úgy nem, nem volt egy meg megterhelő pont azért, mert magamnak be tudtam osztani, hogy mikor is ö, foglalkozom vele, Úgyhogy ez se legyen senkinek át, hogy hogyha esetleg teljes állásban van. Szerintem mindenképpen kell ezt az a tém, de ugye nyilván lehet egyénileg is faladni, de a személyiségben történő változások miatt és a a sajátítása szempontjából szerintem nagyon optimális az év, hogy minden helyére kerül van, és mikor ugyanarra a témára ránéz valaki, akkor még egy réteget rá tud húzni, amilyen, most tudom, hát, a műszemüvegen keresztül ránéz, és uh, tényleg szépen létegeződik a tudás, és uh, kell, uh, tehát jó az az idő arra, hogy minden a helyére kerüljön. Szerintem mindenképpen jó, hogy kell uh, eszét írni, hiszen uh, látom magától az ember nem uh, tenne egy ilyen effekciót, ha csak nincs, hogy mondja, uh, intézőben elvárva, de nyilván ez az egyénért van, az egyénről szól. És az, az eszé megírása, nagyon sok felismerést hozhat, és, és nem csak az adott eszély témában, hanem időközben másban is. És ugye bárki készített magának egy sokkal hosszabb terjedelmű saját magának szóló eszét, ami, amiben kér, hogy a úgymond szényen érzett nélkül, amit a adott témát, ha fájdalmasan érint, és már ez tud egy terápiás módszer lenni a maga és akkor nyilván, amit szívesen vállal az egyén, azt pedig adja az eszében nyilvánosan. Nekem is volt ilyen az egyik eszél, annyian a Lilith téma, ami egyrebebb hangsúlyos téma. Ott készítettem magamnak egy kendőzett már saját verziót, és az nagyon sok energiát felszabadított, nagyon terhelkedés jellegű volt ö, számomra. Úgyhogy a tesztek nagyon jók, nagyon sok tesz és ö, nagyon jól rá tud világítani arra, hogy esetleg van egy hiányosság, amit, vagy olyan tananyag, amit esetleg újra jó hogy átnéz az ember, és tényleg bőséges tesztek van, nagyon sok mindent lehet gyakorolni tesztekkel. Um, hát én viszonylag rövidebb ideig voltam mentor. Mentor szerep az nagyon jó arra, hogy ha mondjuk a minden a hiába gondolkodik valaki, hogy azt fogja egy hogy nem kérdezik meg a boltban, hogy ez mit jelent, de hogy a mentor szerepel ez ilyen, vagy van, aki ránk, ez is akkor az egyének is egy jó visszaigazolás, tehát nekem is egy jó visszaigazolás, hogy meg tudom válaszolni a kérdést, és ugye én segítek valakinek a helyére tenni egy, egy kérdéses dolgot, vagy, vagy elindítani egy irányba, és akkor az nekem is jó visszaigazolás, hogy, hogy akkor megvan a megfelelő tudásom. Közösségi élet tekintetében Előbb ugye volt, részt vettem a nagyiskolai életben illetve kisebb csoportban is, ahol együtt -egy gyakoroltunk, kibantottuk egymás ábrájában a bizonyos fényző kapcsolatokat, akár vagy tartalmakat, és ezáltal nyilván mindig nyertünk valamit az egyén, akit néztünk, az... az esetleg azt a kérdésére, ami pedig uh, tudást, és ugye az azért is volt jó, mert visszatudta igazolni, hogy amit mi állítunk, feltételezünk, a, a, az alapján, amit látunk, az valóban uh, valamilyen valamilyen analógiában bejötte az életében. Mindenkinek ajánlom a képzést, aki szeretne tényleg egy jó, nagyon jó közösség tagja lenni, Öm szeret, vagy könnyen tanul online, mert tényleg nagyon, nagyon jó az online felület, és az online tananyagok, és pont ezért, mert esetleg külföldön van, vagy, vagy, vagy otthon van akár kisgyermekkel, vagy teljes munka mellett, könnyen át tudja végezni. És annak ajánlom, aki idézőben képes szembenézni a démonaiban,